Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Apáti István képviselő úr, független képviselő úr, 5 perc áll rendelkezésére. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő társaim! Napirend utáni felszólalásom, kicsit talán erősnek tűnő címe. Hadd látom, úgymond mennyit ér a cigánytartomány. Ha most cinikus, lekezelő és felületes akarnék lenni, akár azt is válaszolhatnám, egy forintot sem. De sem cinikus, sem lekezelő, sem felületes nem vagyok. És bár tisztában vagyunk azzal, hogy talán nem ez az elsődleges problémája és legsúlyosabb problémája ma Magyarországnak, de ha csak a közel 100 évvel ezelőtti eseményeket, megelőző időszakot nézzük, innen tekintve 140-150 évvel ezelőtti törekvéseket, akkor azt mondhatjuk, hogy 150 évvel ezelőtt is valamikor, csak éppen akkor a szerbek, vagy a románok, a szerb vagy a román kisebbség részéről valahogy így kezdődhetett, hogy különböző elszakadási, önrendelkezési törekvésekkel álltak elő. És hát mi ihlette ezt a kérdést? Nem más, mint az úgynevezett OPRE Roma Cigány Demokrata Néppárt elképesztő törekvése, amelyet több felületen megjelentettek az elmúlt másfél esztendőben, és elküldték egyébként kicsit ilyen hadüzenet jelleggel a Mi Hazánk mozgalomhoz is, mely szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye és Nógrend megye területét, bár ők persze nem így adják elő, lényegében elszakítanák Csonka Magyarországtól, és ott úgynevezett észak-magyarországi roma tartományt kívánnak létrehozni. És hát itt nem csak önrendelkezési törekvések és területi követelések jelennek meg, hanem a néhány perccel ezelőtt egy másik napirendi pont, vagy egy másik vita kapcsán az úgynevezett alapjövedelem. Tehát gyakorlatilag kibújt a szög a zsákból rögtön az elején, rossz szokásához híven a cigány értelmiség hergeli egyrészt a sajátjait, másrészt pedig rögtön a jogokat helyez a kötelezettségek elé, és rögtön ilyen extra forrásokat követel alapjövedelem címén, hiszen a pénzügyi köldökzsinór azért jó lenne, ha megmaradna a magyar állammal, gondolják ők, amelyek végképp semmilyen jogalapja, erkölcs alapja, politikai alapja vagy történelem alapja nincsen. Nos, tekintettel arra, hogy ez az ország közel 100 esztendővel ezelőtt egy példátlan sorscsapást, egy példátlan tragédiát már megélt, és az akkori politikai elitnek egyik legnagyobb bűne, hogy nem kezelte névértékén az azt megelőző évek, évtizedek különböző kisebbségi törekvéseit, ezért én szeretném kellő időben megfelelő felelősséggel az arányosság elvét betartva bekapcsolni a képzeletbeli vészcsengőket. A Mi Hazánk mozgalom ezt tette, néhány nappal ezelőtt alkotmányos rendeleni szervezkedés miatt feljelentést tettünk, ugyanis ebben a feljelentésben hát meg kellett nevezni ennek az OPRE Roma Cigány Demokrata Néppártnak az elnökét, Kamarás István urat, aki ezzel az elképesztő törekvésével előállt. És hát természetesen szokás szerint létszámfölényükre, egyre nagyobb mértékben megjelenő létszámfölényükre hivatkoznak, amely ezekben az északi és északkeleti megyékben jelen van. De hát akkor nézzük a számokat, a nyers számadatokat. A 2011-es népszámlálás adatai szerint ebben a négy megyében 1 millió 740 ezer ember él. Ennek az 1 millió 740 ezer honfitársunknak, vagy 1 millió 740 ezer honfitársunk közül 138 ezer vallotta magát a cigány kisebbséghez tartozónak, amely ugye kb. 8%-a lenne a teljes népességnek, azonban tudjuk, hogy a valóság más, és legalább egy háromszoros szorzót ehhez hozzá lehet tenni. Szemrevételezés útján is megállapítható módon, ha megengedhetek egy ilyen megjegyzést magamnak, lényegesen magasabb a cigány népesség aránya, mi legalább 400 ezerre becsüljük a 2011-es adatok szerint is. Képviselő úr, figyelmeztettem kell, hogy a országgyűlési törvény 48-as paragrafus 1-es bekezdés szerint, ha ön nemzeti, etnikai vagy faji közösséget sértő kijelentést tesz, én kell, hogy rendre utasítsam, márpedig szemrevételezés révén bármilyen ilyen megkülönböztetés, az faji megkülönböztetésnek minősül. Kérem, hogy ne használja ezt a kifejezést, fogalmazzon úgy, hogy ez egyértelmű. Elnök úr, rendben, kérem az idő beszámítását, és én nagyon büszke vagyok arra, hogyha a szemrevételezés útján megállapítják, hogy én magyar ember vagyok, abszolút nem érzem magam sértve, egyébként csak ezt halkan jegyzem meg. A valóság tehát az, hogy legalább 23-25%-a ezeknek a megyéknek a cigány kisebbséghez tartozik. Ugyanakkor, hogyha a bölcső, illetve az óvodai és az általános iskolai korcsoportot nézzük, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb helyen ez az arány már az 51 és a 100% között van, tisztelt képviselőtársaim. Ez Budapestről.
a Belpestről és Belbudáról nem látják, mi viszont akik ott élünk, én magam is szabolcsi képviselő vagyok, és ha úgy tetszik, megtámadva érzem magam ezen javaslat kapcsán, úgyis, mint magyar ember, úgyis, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei országgyűlési képviselő, ezzel a leghatározottabban és a leghangosabban tiltakoznom kell. Azért is ajánljuk ezt egy feljelentés révén, akár a polgári titkosszolgálatok figyelmében, mert minden ilyen jellegű törekvés esetén figyelembe kell azt venni, hogy meg kell vizsgálni, hogy esetleg külföldi titkosszolgálati szálok nem lehetnek-e az események mögött olyan jellegű titkosszolgálati felforgató tevékenységet, amelyek Magyarország területi épségét jelentős mértékben sértik, vagy veszélyeztetik. Úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy a nyomozóhatóság érzi a felelősségét, érzi a történelmi felelősségét, és hatékonyan mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket a törekvéseket csirájában elfogadják, és feltárják a teljes valóságot. Köszönöm szépen!